Szorosan köszön, mert már indul a vetítés, vagy a felvétel. Csapunk a lovak közé. A képernyőt azt kirakom, úgy csinálom, hogy ha valaki még szól, akkor majd újraindulunk érte. Csak pusztán azért, hogy meglegyen a hagyomány őrizve, azért folyik a felvétel. Melisszát üdvözöljük, és akkor osztok egy képernyőt. És akkor egy gyors beszámoló, András, te menj, lesz egy 5-10 perc, amit mondani akarsz esetleg hozzá? Vagy mennyi a te anyagod? András, ma hülyeséget mondtam, ne haragudj, Attila. Mert András nem lesz. Bugi megjött! Ja, elnézést, én most nem készültem előadással. Nem is kell, ugyanis most így itthon vannak a gyerkőcök, úgyhogy... Én rád bízom teljesen, én itt vagyok, rá a megosztásra, kellek, ugyanis én bejelentem, hogy Boglárka, mint egy istennő, megcsinálta a feladatát. Bevállalt egy ilyet, és ezt nézd meg, mester. Ide nézd. Ez igen. Ez Brestianski Boginak a kitöltése. Akar esetleg róla valamit mondani a csapatnak, vagy elég lesz, hogyha én méltatom teljesítményét? Ha ő nagyon szerény. Nem tudok mit mondani. Ő nagyon szerény. Tehát arra kértem Bogit, hogy legyen olyan kedves, és a minták alapján, a mintaképek alapján töltse fel a kódot. Na most, Bogi, te C-s vagy, tehát még az sincs, hogy infószakos lennél, hanem ugye magánszorgalommal a Bakossal picit pitonoztatok velem. Meg picit hülyeskedtünk egy-két órát a rajzos, képregényes basic könyvvel, van nekünk egy képregényes basic könyvünk. Azt mondtam, Attila ismer, de majd elküldöm PDF-be, és hát nagyon sokat végigcsinált. Pitont is csak azért nem, mert nem találtunk Python mintakódot, ugye én átkutattam a netet a kártyák iránt, úgyhogy azért majd a fénysebességű agyával, a fénysebességű lektorálás piros plajbásszal szerintem kioszthatjuk Benkő Attilának, és Attila talán még be is vállalja nagy lelkűen, hogy átfussa, hogy rendben van-e a elég, ha csak megjegyzést tesz róla, vagy írásban jelzi, vagy diktálásban jelzi, ott van az a diktáló program, vagy hangfelvételt készít róla, de én nekem ránézésre ez így hibátlan. Max tipó lehet, tehát elütés, sajtóhubát tartok lehetségesnek. Köszönjük szépen, ez mert a csaj okos, tehát ő azért van ebben a csapatban. No, és akkor ugye másnak is tudjunk ilyen szépeket mondani. Akkor annyit, hogy miről szól ez az egész, hol tartunk, mi van. Tehát akkor tényleg csak a fél óra kedvéért, hogy a hagyomány megmaradjon. Látjátok-e a vetítést? Ugye odáig, hogy ázdróni, odáig el akarunk jutni. Volt az eredeti ötlet, hogy a digitális témait 22-től lesz, és megint nyerjünk valamit úgy, mint a kutatók éjszakáján zsinórba. A Dr. Szibajernek a videója ugye elérhető retroan, úgy ASBZ TV reklám 86, mutattam már. Gyerekek és felnőttek játszanak nagy örömmel egy programozásos kártyacsomagból, több mindent írt, mint katona. Megrendeltem, volt már rá precedens, hogy gyártottak játékkártyát, de csak azt írta le, hogy mi a kártya renkje, és mi a kártya szjútja, és ezt csinálta meg csodálatosan Bogi a mi esetünkben. Én a brain fucking-et még minden mai napig nem értem, ezt majd ugye gondolkodnom kell rajta, hogy ez akkor ez most hogyan van. Szerintem erről jobb lenne, ha csinálna nekünk egy videót, majd akár Bogi is egy előadásban, akár Attila megbeszélik egymással. Feladták, eljött, befotózták, Évai kért hozzá engedélyt, még nem jött meg az engedély egyébként. Van egy alapszabály, hogy melyik, hogy mondjuk az ötösök a brainfuckok, és a hatosok a Pythonok, tehát az összes, tehát négy Pythonos kártya van akkor a csomagban, ami ez a külföldi játékcsomag, de azóta több variánsa is készült, már láttam, tehát volt Trefkáró, Pick Ass, Pick Bubi, nem Pick, és elfelejtettem,
melyik a negyedik Pythonból, az mind az összes hatos az, például. Na most a kártyacsomagban ugye 4-6 éveseknek Fekete Péter, 7-11 lerakó, 12 éves kortól programolvasó, és a fölött pedig programíró játék, ugyanis a programolvasó játékhoz lehet írni saját maguknak is utána egy idős bizonyos kortól a könyv szerint, ugye saját feladatlapot, új feladatlapokat. És akkor bővíthető lesz, hiszen a 4 példány játékfüzetbe nem akarok hülyeséget mondani, A-tól K-ig vannak programolvasó játékok, és 1-től 13-ig vannak lerakó játékok. Egy darab játéktáblán, amelynek ezt a részét látjátok, és én elkövettem azt a hibát, hogy ha jól emlékszem, nem raktam be, de most ezt korvosolom, és berakom a teljes, ez már nem az, a teljes játéktáblát, ami nem bonyolult, mert itt van a képek között. Tehát ezt a képet fogom betenni. Tehát így néz ki a maga alaplap, amin a játék lerakásakor ide kerül a felső sora a kártyának. Az adott játékfüzetben lévő programozás alapján 10-es sorba, 20-as sorba, 30-as sorba melyik kártya kerül. Nagyon érdekes az alapelv. Ha még valaki nem ismerkedett vele, bátran kéri el tőlem, ha még nem találta meg a chatben, bátran kéri el a teljes könyv elérhetőségét. Ide megcsinálom úgy is, hogy csak a felső sor látszódjon, és akkor egy kicsit látványosabb, sikerült összehúznom. A másodikra szokta jól elkapni, így, és akkor itt egy kicsit ez látványosabb lesz az alja, így. Na most ugye a poén az, hogy ugye te 10-20-30 egészen 100 valameddig rakható, az alját kellett volna talán megnézni, valami 220 vagy nem tudom, vagy 480-ig rakható, tehát legalább 48 sor, ami elég sok. Érdekes maga a szerkezete is, mert ugye itt fotózva látszik, hol van a könyv. Igen, hogy szépen lefordította magyarra, hogy a restore az restore magyarul kiejtve. A return az meg return magyarul kiejtve. Tehát ő 86-ról beszélünk, tényleg azért az English az nem volt azért csodálatosan működő. Ezt majd ki fogom osztani, mert nem biztos, hogy ez mindenki hozzáfér még, nem tudom, hogy kiadtam a linkbe, ugye maga az utasítás, tehát a könyv nagyon jó, a füzet nagyon jó, ez egy basic összefoglaló, és akkor ilyen feladatok vannak benne, mint például a K utolsó játéklap, és ezt kell a programolvasó játékban összehozni, hogy a rem, a print, stb., és mondani, hogy oda milyen utasítás kerül. És a 10-estől, ez már egy ilyen komplexebb játék, a 350-es sorig, ugye 400-ig megy, vagy 450-ig megy a lehetőség a játéktáblán, tehát ez tényleg már egy egész komplex program, ráadásul ez már moduláris, tehát ez már azt hiszem valamelyik játék egy több részből áll. No, tehát egy ilyen volt az eredeti koncepció a nyugazmazottal ezres dr. Szivajon Imrének, és akkor jöttünk mi, ugye kértük a jogokat, és akkor most beszámolok a lényegről. Nagyon sokat dolgoztunk tegnap előtt, talán. Attila. Igen. Előtt éjfélig. Éjfélkor hagytuk abba. Jelen pillanatban úgy néz ki a projekt, rövid ismertető, anaglif, ugye jól mondom, tehát 3D szemüveggel is kiemelkedő a rank és a suit, lent fent látható. Igen. Van egy párkereső, passziánszerű, tehát azok a találd meg a párjától lefordított kártyáknak játékhoz egy 2 éveseknek szóló logó. Ez feladat lehetne bármelyik lánynak, és most megszólítom Koronci Melisszát is, hogy akár neki is, de Bogi is belemászhat. Az lenne a lényeg, hogy az utasítássor, amit ugye mi most használunk, ez pedig itt van az AskPythonos Google Sheet-en, ugye az utasítás sor, várjál, a copy of kártya lista. Ugye ezt Attila mondta, hogy majd ő még ezt a napokba feltölti. Úgy egyeztünk meg, hogy a Python utasítások mellé a Java C és a Rise Telo Edu drón utasításoknak rákerülni, különböző a programnyelvnek megfelelő színekkel. Na most a printnek könnyű volt printerikon találni, ez nem volt olyan nehéz. De hogyha megnézegeti az ember, most be fogom fotózni úgy, hogy minden
minden olyan könyvlap benne legyen, mert mi itt agyaltunk rajta, ugye Attila magyarázta nekem, hogy a read azért read, jó volt, amit én is kitaláltam, mert a ugye kinyitja a polcot, és kiolvas dolgokat. Az adattár addig, amíg nincs kinyitva, addig data. Ha kihúzzák a fiókot, akkor ezt például most jöttem rá, ezt nem is beszéltük. Itt pedig ugye akkor, bár kihúzza a fiókot, akkor kiolvasás van. Kiszedés van, kiszeded. És az endnél lehúzzák a függvényt, és meghajolnak. A dimről mit mondtál, hogy mi volt, miért volt a szék? Hogy négy dimenziót, tehát, hogy három hogy háromdimenziós, hogy tömböt definiálni. Valaki harsogjon ám túl, hogyha a diák akar beszólni a beszélgetésben, mert az a legfontosabb, nem én. Remark, feljegyzés, ki lehet majd találgatni, hogy melyik miért volt, és ennek a szellemiségében megtalálni az összes kártyához, a két éveseknek szóló, párkereső és Fekete Péter játékhoz szóló, hogy te csak ezt figyeld, picinyem, hogy mindegyikből lesz kettő. Tehát minden ilyen kártyából lesz kettő, olyankor nem számít, hogy milyen francia kártyára lesz szakva, mert a francia kártyás kód azért van, hogy francia kártyás játékokat is lehessen vele játszani, passziánszt, meg francia kártyajátékból van 200-300 a világban. Azt mind lehet majd vele játszani a francia kártya révén. De lehet majd gyerekjátékokat, mert mindegyikből lesz kettő. Valószínűleg úgy kell majd megcsinálnunk, nem Attila, most csak így agyalok, hogyha a körtízesben van a print, akkor lehet rajta majd egy kör, hogy egy káró tízesen, mert az két piros. És akkor azon lesz igen, rajta másik print. Utasítás például. Na most, idáig beszéltük, hogy és lesz rajta egy olyan is, hogy oktasson, hogy adatok. Na most jön az új dolog, ugye nem, itt van Bogi dolga, hogy rajta lesz az utasítás kód, Jávában leghosszabb azt próbáltuk ki, hogy néz ki a körtízes leírása, leprogramozása Jávában. Ugye Attila hatalmas. Egy pillanatra itt egy nagyon picit szeretnék csak egy megjegyzést belerakni ide ehhez a részhez, hogy ugye ezt filozofáltunk, hogy Pythonból melyik verzió, hogy kettő vagy három, és végül a hármas mellett döntöttünk, ezt szeretném, hogyha akkor ugye tudnátok, hogy akkor a hármas verzió szerint... A legújabb 3.8-as, tehát nem downgrade-elünk, tehát nem megy, legszeretronilag itt a törvény nem megy visszafelé, mondta Arisztotelész, tehát igen, nem meg lesz... Igen. Meg egyébként Assembly-vel is ugye kétfélét szoktak használni. Azt kell, amit most használnak. Azt kell, amit most használnak. Hát a NASM van, meg a MASM van, úgyhogy csak ezt szeretném zárjába így hozzátenni, hogy az, valamelyiket választok. Az, jó, hát lehet mondjuk a MASM például, csak akkor, hogy konzisztensen, akkor ne vegyítsük, hanem akkor egyféle. Hát no, azért, mert azt akarjuk, hogy a gyereknek ebből használja. Na most, nem tudom, hogy mindjárt a kártyával együtt kiadjuk, még ezen még agyalni fogok, hogy nehogy elrontsa a játékot, vagy egy év múlva adjuk ki, vagy csak úgy rakjuk, hogy bizonyos esetekben lehessen látni. De kitaláltam, hogy van a jelölt kártyák rendszer a világban. Nem mondom meg, hogy hol, de valahol ezen a hátlapon, a kódok alapján, és ezt nem is nagyon sokon mutatni, meg lehet ismerni, hogy az most egy körtízes. Jó? Ez a lényeg. Na most ugye itt mi a poén? Akkor onnantól kezdve, ugye azt mondtam, hogy 200 féle passziánsz, 200 féle francia kártyajáték, ha szét van szedve, úgy lesz megcsinálva, hát ugye a francia kártyát is szét szokták szedni, hogy magyar kártyával alakítani, akkor 50 féle magyar kártyajáték, már 500 játéknál tartunk. Fekete Péter, párkeresők, már tényleg 500 játéknál tartunk. És akkor most jön a poén a dologba, ugye akkor jön innen be még 100 darab bűvésztrükk, mert hátulról megismerhető kártyával 100 darab mentalista bűvésztük, 600 féle játék. És akkor eldurrant az agyam, és elkezdtem gondolkodni, Attila. Még mielőtt zárnánk a beszélgetést, meg gondolom telik az idő, 54 van. Zárszónak a következőt szeretném mondani és mutatni. Át fogom dolgozni. Úgy lesz, hogy magyar tudós, ugye? Most képzeld el, Neumann János,
És akkor, mint a régi autós kártya rendszerben, amikor én nem játszottam, mert én mindjárt tudós dolgokkal foglalkoztam gyerekként is, de tudom, hogy a fiúk folyton ezzel játszottak. Most képzeld, hogy ők mindig a sebesség vitt minden, de ha egyforma volt a sebesség, akkor megvolt, hogy akkor a KGST-n belüli egyforma sebességnél hogyan kell tovább beszélni, mert ha az egyik az külföldi volt, ugyanazzal a sebességgel, mint a KGST-s esetleg, akkor a külföldi nyilván az import nyert. Megvoltak a szabályok, hogy mindig mi az erősebb, mi az ütőbb. És akkor lehetett ilyen hatos verseny, meg bedobni a lap, hogy mindenki belicitált, aztán elnyerte mindenkiét. Fönn vannak az autós kártyás játékoknak a szabályai a világban. Osztálykirendeléskor én játszottam ilyen kártyával, most arra gondoltam, amikor volt osztálykirendelés. Hogy ezt át fogom úgy alakítani, még hogyha kell sérüljön is ezek az elvek itt. Hogy a következő. Lesz az illetőnek a neve. Ugye, utána az évszám, hogy mikor született, az is lehet a végső soron döntő, hogy legrégebben vagy született például, tehát a legkorábban született, ha minden más egyezne. Ugyanis van ilyen játék, őszinte leszek, miután én mindig az van, hogy mindig úgy érzem, zseniás vagyok, föltaláltam, nem, utána nézek mindig utána, kijött, hogy már csináltak ilyet tudósokra, ott olyan volt még benne, hogy kapott egy 100% értéket az adott tudós, tehát volt ilyen, hogy hány találmánya van, és mekkora befolyása volt a tudományos világra. Na most azt nekem van egy már kész, marhára már kész felsorolt magyar tudományos előadásom. Legalább két kártyacsomagra, tehát kétszer 52 lapra, legalább 104-re meg fogom tudni csinálni, a régiektől kezdve. Tehát legalább 104 magyar feltalálóval meg fogom tudni csinálni magyar feltalálókkal, az alapjába véve. És azt fogom csinálni, hogy a renket úgy fogom megállapítani, figyelj, hogy a Neumann János például, ugye, azt én írhatom így is, és ad a google.com-on, de várja, angol nyelven keresve is ugyanazt adja, de 247 ezer találatot, de ha jobban megnézem, akkor ő tulajdonképpen, rosszul, nem is kellett volna oda nyúlnom, hülye vagyok, bocsánat, mert oda volt írva, ő tulajdonképpen John von Neumann. Ugye ott már úgy írták. 247 ezer, meg az angolos neve. Az meg 1 millió 770 ezer. Az ugye 1 millió 900 ezer. Kicsit vitatkoznék ezzel, mert ennél lehet egy kicsit tudományosabb módszer is, az még ha jobb, a gondolod. Ha ez még hogy, jobb, mert én csak is értem. És várjál, és arra jó, mondtam, hogy kettő igen, számot összeadva, adni egy renket, hogy a Google találatok száma rálizva. Igen, mondjad. De az tehát, tehát a Google-nek van egy olyan, hogy Google Scholar, hogy a Google Scholar-t azt Isten be vagy. Tudod hozni. Persze, de nem kell lenned? Itthon vannak a gyerekek, most nincs óvi. Na jó, szuper. Google Scholar. Elírtam, tudom, hogy elírtam. Ja, azaz klik, és akkor, hogyha itt beírod a tudósnak a nevét, igen, idézel nélkül. Már is. De erre nem gondolod, mert én ezt éjszakában csináltam. Jó, csak, igen, ráklikesz a nevére. Ide föl. Aha. Erre gondolsz? Nem veszed át? Egyszerűbb lenne, ha átvennéd a vetítést. Vedd át a vetítést. Csak én a két gyereknél nem nagyon tudok most ilyen erre. Akkor mondjad, akkor irányíts kérlek. Ide kattints csak erre? Nem. Menjünk vissza. Akkor visszamegyek. Back. Beírtam a Google Scholar-ba, hogy nézzük meg az enyémre, jó? Mert ugye egyszerűbb lesz. Tehát írd be az én nevemet, oda... Jó. Doktorral vagy anélkül? Szerintem Attila Benkő. Talán úgy megtalálja. Jó, és akkor oda klikkesz a nevemre. Igen, ezt akarom. Tehát, hogy a nevemre ráklikkesz, lejjebb. Ott arra ráklikkesz. Itt? Hol lejjebb? Hát arra, hogy Attila Benkő. Itt, igen.
Igen. Szuper! Na ez az, tehát, és akkor itt van, tehát ezek a statisztikai adatok hozzá, Ahogy a Kuki tehát mondaná, ahogy a hány index. megveszem! Jó. Tehát csak ennyi, hogy ez Google már megcsinálta, és ott van, hogy hány hivatkozás, tehát Ezt például, tudtam volna, akkor nem magyarok annyit rajta. Így van. jó, mindegy. Ugye Na. nyilván, hogyha ezt Neumannra meg a többire megkeresed, neki sokkal nagyobb szám lesz ott. Csak mondom, hogy így tudsz Ez ilyet. így csoda lesz, mert Jó, pikpak össze lehet bocsánat, csak szedni. ennyivel gondoltam kiegészíteni. Nem, megbocsát, megmentettél. Hát na most figyelj, akkor én most beírom azt, hogy és most hogyan, melyiken írni? John von Neumannak írjam? Igen, és akkor itt, de hát ugye itt másképp mutatta őt. Nézd meg. Mert itt ő rá, nem úgy mutat rá, mint akkor Neumann János. Tehát a frissekre, nem biztos, hogy a régiekre is ugyanúgy vonatkozik ám, mint rád. Mert nézek, beírok egy frisset. Ott van, hogy a... Mondj egy friss nevet, Igen. aki most is él, Csányi Vilmos, tessék. Jó. Vilmos Csányi. 90 akárhány éves, de hát ugye ő lényegében forradalmasította az etológiát. Na most, látod? Nem úgy mutat, mint téged. Hát, ha beírom azt, hogy Ott a nevére nem enged rá klikkelni? erre itt Ami ki van húzva vastagon. itt nem. Menj lejjebb, akkor a G-lakatosra klikkelj rá. Egyen lejjebb. G Vagy lakatos. valamelyikre, ami Adóka, úgy hát vagy megtalálom. a A mikló. Ah, Itt például van, arra, igen. itt például ez nem engedi, csak topál. Nem, itt ezekhez nem nyúl Igen, hozzá. mert ezeket a Google automatikusan Szabadalmak csinálja. ismeri, bekapcsolom. Vilmos Csányi. Csányi, de nem, nézd meg, sehol se. Érdekes, csak De ami külföldi. aláhúzható, Mert nincs aláíró. próbáld Most meg nézek, hogyha arra, beírom, ami... hogy Attila, most visszaírlak, látod? Téged így hoz, hogy ott vagy, mert valószínűleg föltetted magad, vagy De ott van, föltettek. Csérlányi, akkor a Csérlányira. Lányi, Sükne Lányi Cecília, arra klikkelj rá, history, igen, alatta, oda. Na ez az. Tehát itt látod, hogy neki mennyi van? 698. Vagy a... Igen. Ez a tanszékvezető asszony. Oda néz. Jó. Nála írt Igen, ott. 28. És várjál, segítség, mi kerüljön bele? 75. Aha. Milyen számok kerüljenek bele? Ezt hogyan Hát renkeljünk? szerintem simán a hivatkozások. A hivatkozások, mert az többféle, tehát, hogy mondjam, ott nagyobb a skála. Meg azt szokták igazából Tehát nézni, ott. nem? Azt számít az én a világban, nem? A hivatkozó, hogy mennyiszer Hát hivatkoznak igen, rá. igazából az impact faktoros folyóiratoknak a száma szokott érdekes lenni, tehát ezek hivatkozásai, látod? Az Hogy, impact faktor az hogyha azt jelenti, hogy közé komoly tudományos publikált, lap, és nem pedig a Bors magazin, igen. vagy az UFO magazin hivatkozik az ő Igen, kutatásért. pontosan. Ugye? Tehát ott van a címe, amit publikált, és Igen. hogy arra a publikációra hányan hivatkoztak, és ez melyik És ez évben volt ez a összeadva publikáció. 75, ugye ezek a számok itt Az összeadva összeadva. 75, igen. Na, Királyság. így lehet. Most Így figyelj, lehet. és de hát ezzel Nem? tudod, mi lesz a Ja. baj, hogy mondjuk azt mondom, hogy Kemény János, ne fogadjunk, nem lesz őrállás és semmi. Még úgyse, hogyha idézőjelbe teszem. Az a baj, hogy ő túl régi, tudod? Tehát én szerintem ez a 90 évnél idősebbekre nem is vonatkozik. Most kiveszem a izét. Lehet. 90, mert látod, Csányira már nem él a dolog. Kemény János matematikus. Igen. Mert alapjába véve annak tartotta magát. Meg is sőt, egy tanárnak. És semmi. Na most akkor ebbe egyezünk, hogy akkor mi lesz? Hogy De olyan, egy pillanat, egy Wikipédia nincs ott, hogy mennyi hivatkozása van? megnézhetjük. Vagy hogy hány cikke van, vagy ilyesmi. Én nem láttam ilyen értéket. Az a baj.
Tehát nézd meg itt is Mert... igazából, iskolái Princeton van egy összefoglaló, de ennyi. Most itt vagyunk a Kemény János cikkbe. Iskolái, haláloka, főbb művei. Mondjuk a főbb műveinek a számát, amit egyezményesen, amit a Wikipédia taglal, hogy hány darab, az lehetne egy érték, mint az autóknál is egy érték. Én létezik processzorokra is ilyen kártyajáték. Régi számítógépekre is, 8 bites számítógépekre is működik ilyen, létezik ilyen kártyajáték. Ezeket már elfelejtettem, hogy hogy hívják ezeket a kártyákat angolul, de megnéztem. Ezeket a fölül kell ütni a másikat erősebb kártyával. Tehát igazából, ha megnézed, itt nem látszik olyan adat, ami igazából... még az is lehet egy érték például, hogy hány nyelvre fordították le az illetőnek a cikkét, a szócikkét. Mert az is valamilyen szempontból fontos, hogy nézd meg őt, ez plusz az a 21, összeadnám, hány Wikipédia oldal nyelvre fordították, beírom mondjuk Neumann Jánost. Most ez vicces, de most ez, tulajdonképpen mivel értékeljek egy, és ugye a régit meg az újat. Mert nézd meg, Neumann az ugyanaz a mennyiség, plusz még 80 nyelv. Jó? Tehát ezt úgy hívhatnánk úgy, hogy Wikipédia faktor. Legyünk őszinték, ez egy reprezentatív visszavétel. Mert hogyha most azt mondom, hogy most megnézem a Gyurács József, aki a másik tanszékvezető úr, az állatszervezet tanús, mindegyik imádott tanárom. Tudod mit? Nézzük az erdős számot. Na, az mi? Azt tudod, hogy kell megnézni. Na mondd, hát honnan, akkor nem kérdeztem volna. Paul Erdős, vagy Erdős szám. Erdős az is egy számok. Érdekes. Az mi? Nem, Erdős. Várjál. Keres rá, küldjél linket, Messenger be van kapcsolva. Igen, azt akarom. Pillanat. Na most közben addig én azért beszélek a csajoknak, tehát ugye... Jó, mindjárt az is, akkor azt akarom mondani, hogy akkor arra gondolkodjatok még, szép lányok, hogy a parancsoknak megfelelő azonos helyszínről, azonos dizájnnal, hogy ne különbözzön, ha valahol találnánk egy marha jó helyet, amelyik, hol van az anyavajás Excel? Itt. Amelyik szépen tartalmazza az összes, ugye, általunk, Python szerint megyünk, tehát a from-nak, a def-nek, az in-nek, a break-nek, a for-nak, az import-nak, a continue-nak, az if-nek, az input-nak, dizájnosan csinálsz egy logót, ami kifejezi az utasítás szellemiségét, akkor az úgy lesz beleírva a, nem tudom, hogy emlékeztek rá, még nem említettük-e, de szerintem nem. Talán az előzőben nem volt ilyen. Egy nagyszerű angyali lélek, dr. Benkő Attila felajánlotta, hogyha mi ezt összehozzuk egy komoly PDF formátumú könyvként kiadható dologban, ajánlásokkal, játékszabályajánlásokkal, linkekkel, hogy innen tudsz passziánsz játékokat, innen tudsz autós játékok szabályokat párat felsorolva megcsinálni, akkor ezt ő az Amazonon, mint egy Google e-book, illetve könyvformátumban is rendelhető könyvként, ezt ő ISBN-nel, stb. Úgy megcsinálja, hogy kerül a Tapolcai könyvtárba, a Sümegi könyvtárba. Tulajdonképpen, akik részt vesznek benne, egy-egy példány biztosan össze tudunk hozni, és azt még föl lehet ajánlani a helyi könyvtárnak akár, és onnantól kezdve az illetőt kikölcsönözhetik a könyvtárból, az adott városi könyvtárból. Jó, tehát ez érdemes lenne, hogy bent van a szerkesztőgárdában az ő neve is. És ebben viszont munkákat beletenni lehetne úgy például a csajok részéről, hogy az összes utasításhoz szellemiségében, mert mi is kereshetünk felnőttek, fiúk. De alapjába véve, én most például boldog vagyok, hogy Bogi megcsinálta azt a részt,
mert azt onnantól kezdve, hál' Istennek, nem hozzám és Attilához kötődik. Éppen elég lesz az, ami hozzánk kötődik majd. Jó? Tehát a Python megnevezésekhez belogózni, mert az inputot, azt például itt nem értettem, ott mondjuk kanál volt, tehát szerintem az, mintha ott valamit enne. Mert kanál volt, tehát szerintem az, hogy megnézem közelebb, meg lefotózom. Közben megtaláltam. Jó, már nyitom is. Bocsi, közben megtaláltam az erdős számoknál a Neumann Jánost is, John von Neumann, és neki hármas az erdős száma. Auckland University, ez az az ablak. Wikipedia erdős szám. Most közben, és hol van Neumann ebbe? Keressek itt rá? Vagy keressek hát, itt? Hát, ha lejjebb tekersz, keress rá. Aha! Neumann. Aha! Ott, és akkor... Nagyon jó. Okay. Ott a Nobel-díjasok. Közben magyarázt nekünk, szóval, hogy mit jelent ez. Igen, látom. Közben mit jelent ez az erdőszám? Mi játszogatunk vele. Kemény, hát ez igazából annyi, hogy Várjál, de ő kemény az volt. Az ember... De... Az... Hoppá, de viszont valaki nincs benne. Kemény nincs benne. Pedig aztán ugye egy időben Amerikának is az egyik leghíresebb neve volt. Nézzük mást, Teller. Jó, mondjuk, hogy ott van. Jó, de kemény, hogy nincsen benne? Ez úgy hallgatlak. Jó, ez annyi, hogy az az ember, aki írt Erdőssel közös cikket, ugye? Mert ha úgy nézzük, hogy Erdősnek nulla az erdős száma, akkor aki írt az Erdőssel közös cikket, akkor annak egy, és aki írt közös cikket olyan emberrel, akinek az erdős száma egy, akkor annak kettő. És aki írt egy olyan cikket, akinek kettes az erdős száma, közös cikket, akkor annak meg három lesz. És ez mit jelent matematikai statisztikában? Tehát, hát minél kisebb az erdős szám, annál jobb. Tehát, annál jobb? Igen. Mi lesz a bajom. Most belenézek a vetítésembe. Itt van a feltalálók találmányok. Most ugye azt akartuk, például Nemes Tihamért, látod? Tehát azt akartuk, hogy magyar nyelvi info, az MLT érettségére készíti a maga a programozó játék rész is. Azt el sem mondtuk a csajoknak, hogy igazából a programozói tételekre készít, azt talán bele kellett volna rakni az Excelbe is, hogy majd belevonom ide, csak most itt még nincsen, hogy a programolvasó, programozó játék szabályainál nálunk, amit mi játszani fogunk, az a hogy hívják? Típus algoritmusok. Tehát azok az algoritmusok, amik az érettségihez, az emelt szintű info érettségihez kellenek, azokat fogja oktatni a játék. Magyarán fölkészíti az emelt info érettségire játékos formában. Átadom a szót Attila, én még gondolkodok, keresgélek. Igen, hogyha jól emlékszem, ez a lerakós volt, tehát a S Pythonban, az a lerakós igen, játék. Igen, a lerakós játék. És úgy volt, hogy ugye tehát ott volt egy 10-20-30-40 stb. És akkor oda lehetett lerakni a lapokat, az szerint, hogy sorba kellett az utasításoknak lennie, ahogy a program, vagy a szemtagja végre hajtja felül. Ahogy a típus felé. Algoritmus felépül. Igen, ez a középső. Igen, és akkor így az a lerakó játék. És magyarázni, és tudni mondani, hogy oda milyen mondat kerül, nem csak az utasítást, mert az csak egy pontot ér, hanem 5 pontot akkor ér, hogyha hibátlanul elmondja az utasítást például. 1 pont, ha tudja egyáltalán, hogy melyik utasítás illene oda, 5 pont, hogyha azt is tudja, hogy milyen a teljesen kifejti. Például. Most mondtam egy dolgot. Na most, tudod, mi leszek bajba? Itt van Nemes Tihamér. Nagyon fontos, de vagy Kempelen Farkas. Nem lesznek itt, fogadni mernék. Köszönöm.
figyelj, nekem az erdős nem lesz jó. Igen, az, igen, ez tényleg még régebbi kellene. De nem. Ha belegondolsz, a gyereknek hát, csak vagy, mi vagy kell? Mert... Hírességfaktor. Most legyünk őszinték, szerintem egy játék szintjén hírességfaktornak az, hogy az illetőt feldolgozták, mindig ugyanaz az alap, ez nem, megszámolom, hogy ez hány, és plusz 18 nyelven, de közben Neumann meg ugyanannyi plusz 80 nyelven, szerintem ez egy V érték, egy dupla V érték, nem? Ez ezt rád bízom tényleg, tehát igazából... Jobbat, mert ezt, most legyünk őszinték, ezt megtaláljuk bárkinél. Érted? Tehát nem tudunk, két pakliba is gondolkodjunk, ha például passziánszot akar, hogy akár lehet egy második pakli is, és az, hogy ugye ugyanaz a szám plusz 82, tehát magasabb az értéke, mint Neumannnak. Ne, mi tudjuk, hogy miért. Ugye? Érted? Persze, persze. Tehát szegény ember vizelés főz. Hát meg nem kötelező odaírni, hogy mi alapján jött ki ez a szám. Tehát, nem. Nem, és miért? Én emelt fővel vállalom ezt, hogy a játék kedvéért meg is mondjuk, hogy nem, pont úgy kötelező odaírni. Mert úgy, hogyha ha nem csodaírva, honnan vettük? Fölmerül. Uh-huh. Így meg megmondjuk őszintén, hogy szerettük volna, ha úgy is üzemel, mint egy autós játék, felhívja a Wikipédiára is a figyelmet, mert legyünk őszintén, ezt a gyerekeknek mindig elmondom, hogyha egyetemen a dupla végig eljut, vagy azt ki lehet, hogy így mondani, hogy vi, már azok már halálra kövezték, hogy ő a Wikipédiából mer idézni. Na de középiskolai szinten, hát behidal a középiskola tanár, hogyha nagyjából tisztában van az adott szóciknek a Wikipédiás tartalmával a gyerek, bárminek a kapcsán egy középiskolás szinten. Ha ezt elmondja Sikárdról, hát az a csillagos ötös. Persze egy szakembernek hullára tele van a Wikipédia tévedéssel. Na de most mi középiskolásokról beszéljünk, és középiskolások szintjén meg nagyon jó. És a 21 plusz... Sokat javult. Egyébként Karikó Katalin is benn van a Wikipédiában. És akkor ráadásul azt még hozzá se néztük, de nem ugyanaz lesz inglisül is, hogy most hülyeséget beszélek, mert ugye őt hiába nézem meg inglisül, mert ugyanaz lesz, ugyanaz a szám lesz, plusz 21 more. Tehát ez azért egy viszonylag reális érték, és lehetetlen lesz nem találni olyat, akire ne lenne. Tehát Galileire is lesz szám. Mondjuk nem, mint hogyha ő benne lenne ebbe a körbe, de és az a másik, hogy lehetetlen izék is, mert hát csak 175 plusz az a 10. Ugye? Vagy Ada Byron. Hogyha Ada... Ugye? Tehát egyszerűen nem fogunk tudni az informatika világából, az első programozó a világon nő volt, ugye? És 80 volt Neumann. Ő meg ugyanaz a mennyiség, plusz még 89. Ez a renk, ez nekem elég lesz. Jó. De ez már egész jó. És itt nem lesz olyan gondunk, hogy nincsen összehasonlítási alap, mert azt mondom, hogy Kemény János láttuk 21, Nemes, Tihamér. Inkább föláldozok a többi részéből, hogy a találmány, mert a találmányt így is föl tudjuk sorolni, hogy találmányok száma, aki akar, majd utána néz. Lehet hozzá, hogy magában a könyvben föl lesz majd sorolva, hát bele lehet rakni ezeket a lapokat, úgyis megvan. Nekem már ez kész van ebben a vetítésben, legalább 100 magyar tudós. És az informatika rész külön van. Tehát ugye, hogy például az Egeret is magyar találta föl. Mi szerintünk. Hozzátéve, hogy ez mindig úgy, hogy mi szerintünk. Tehát ugye a világ mindig mást mond, sajnos. Jó? Tehát, hogy én úgy emlékszem, a processzóra is azt mondta. Jó, én elfogadom, persze. Akkor legyen így, és akkor ez egyértelmű. Mert nézd, Nemes Tihamér, sajnos el kell fogadni, hogy magyarul meg eszperantul van fönt. Neki ez a száma 2. Na jó, de hát őről csak egy informatikai verseny neveztek el, és nem is olyan régen halt meg. Tehát igazából ő neki, ha megnéznéd, most aztán lehetne, hogy két szám, ugye a dupla V szám, és ez nem is kell, hogy dupla V, kettős pont szám, meg G, aztán majd könnyűbb elmagyarázzuk. Nézzük meg őt. Nemes Tihamér. Mi a Google száma? 17.500. Most azt kéne eldönteni,
hogy ebből hogyan lehet, mert te vagy a matematikus, vagy az erősebb matematikus, a tízszer erősebb matematikus, hogyha én azt mondtam, hogy oké, okay, ő 117.500, nézzük azt, akinek marha sok lesz. Ja, persze, így meg eldobta a nagy betűket. Bár lehet, hogy aztán több lesz kizért. De idézőjelek nélkül meg nincs értelme. Tehát tudtommal, ahogy akkor más találat is lesz. Tehát a császokat is megkeresi külön. Na most ugye ez 1.340.000. És alapjába véve, ugye Charles Babbage-nek írják, látod itt is. Tehát nem, nincs értelme másképp keresnem. A Wikipédia száma, a W az egy egyértelmű érték. Ugye az előbb talán néztük is, hogy ő neki 89 volt, ha jól emlékeztem. Hogy 82 plusz még az a mennyiség. De van egy Wikipédia száma is, egy W száma is, és ez is egy releváns azért. Márha nem volt persze tökéletes névrokon. Esetleg oda csináljunk-e egy szűrést azzal, hogy Computer. Hogy mindenki az odaírjuk, aki rákerül Computer. És akkor azzal lecsökken a szám, viszont azzal kinyírjuk a névrokonokat. Aha. Mit szólsz hozzá? Mert akkor nézek 746.000 másodpéldány. 746.000. Mondjuk meghagynánk az elejét, csak agyalokám, hogy 74%. Jó, kerekítsünk fölfelé, 75%. És akkor nézzük a másikat. Na, John von Neumann. Ugye legyen az a neve, amelyiken jobban ismert, ha van angol. Hát az angol Wikipédiás neve. Von Neumann. Ő meg 633, ez 63%. Vagy 63 pont. És akkor nézzük Kemény Jánost. Várjál, de őnek is volt, ám azért Kemény Jánosnak is volt angol neve, mert ő csak 4 napot jött haza. John G. Kemény. Mert ez ugye nagyon kicsi lenne, tehát ugye ez 8 lenne a száma, hogyha az előbb a 675.000 volt a 67%, akkor 0,8 lenne csak. De ha így keresem, vagy milyen matematikai kiegyenlítést alkalmazzunk? Ez már 15, 16. Ez így reális. Az előbbiek ugye mit értek el? 70-80 ilyesmiket, mert 780.000, 680.000, 700 valamennyi ezer. Azt ugye azt mondtuk, hogy ez itt egy a Google száma, az első három számja, ahány ezer, azt kerekítem föl, ahány tízezer azt kerekítem kerekítőszoba szerint, tehát 75-nek mondom a Google számát, ezt leírom, bátran vállalom, és ahány tízezer, ugye akkor várjál, akkor itt, de 75-ször tízezer volt, itt viszont csak másfélszer tízezer. De ezt is vállalom, mert ez is mond valamit. És akkor most mondom, Wilhelm Sikard, vagy Nemes Tihamér, mert ugye neki nem tudok másképpen, így nem volt Tihamér Nemes, kétlen, hogy fönn lenne úgy. De ha van jobb ötleted, agyaljál. Csak azért, hogy a játékkártyában adatok kellnek, amik egymást fellőtik. Jó, én ezt elfogadom, amit most kitaláltál. Tehát ez... Mert jobb nincs. Tehát nincs jobb. Igen, az a baj, hogy ugye kitaláltak egy ilyen dolgot, ugye amit mutattam, az a cikkekkel kapcsolatos számítás. De nem mindenkire él, hát már Csányira se él. Ennek menne, ez a baj, igen. Igen, de ugye hát nekünk ez arról szólna, hogy oktassuk a középiskolásnak a izét. Jó, úgyhogy én elfogadom, hát másunk most igazából nincs is erre. Oktassunk a középiskolásnak informatikát, játékos formába, és akkor legyen, ahogy a melyik szám nyerjen. Mert most visszatérve a játékkártyát, ugye most végig gondoljuk a játékkártyát. Csak azért, hogy tovább tudjuk gondolni egyáltalán. Most aztán hova tettem az Excel fájt? Nyomkodtam itt össze-vissza. Itt van.
egy autós kártyánál meg volt a szabályrendszer, de te ezek szerint te játszottad is. De ott ugye úgy volt, hogy szép sikerült elnyomnom, na mindegy, most megvan. F11. Ott ugye úgy volt, hogy a KGST, meg majd elolvassuk, de itt volt 3-5 adat. A sebesség volt a döntő, és hogyha egyező volt a sebesség, akkor majd leírták több helyütt is. Próbáljuk meg ezt implementálni tudósra. Mi legyen a tudósnál a döntő érték? Szerintem lehetne a Google szám. A Google, a hány Google oldal, hány nyelvű Google oldal szól róla? Ugye egy informatikával foglalkozó tudósról, vagy... Hát lehet kettő is. Vagy nem, hány Wikipédia, kettő, hány Wikipédia szám, oldal? Meg a Wikipédia szám, mondjuk. És összeadva? Nem? Az nem jó, mert... Nem, hanem ugyanúgy, hogy hengerek szám a kettő. Tehát várjál, volt egy döntő, volt egy erősorrend. Hogy egy volt, ami az mindenképpen győzött, hogyha ez volt a legjobb. Tehát először a sebességet nézték. Emlékszem. Meg leírtam, hogy a sebesség döntő, ha a sebesség magasabb volt, akkor az mindenképpen vitt. Tehát egy autónál, fiú gyerekek, mennyit mutat? Melyik legyen, a Wikipedia szám, vagy a Google szám? Ezt nem a Wiki szám legyen. Tehát a Wiki szám legyen. Jó, mert most legyünk őszinték, a Wikipédia szám az azt mutatja meg, hogy azért hány nemzetből vállalták föl, hogy a Wikipédia, te is tudod, te is Wikipédia szerkesztő, vagy én is írtam Wikipédiát minimálisat. Hogy milyen komoly homokozó, meg játszótér van, meg kritizáció, meg minden más van ahhoz, hogy valaki egy Google cikket létrehozhasson. És azt 90 országban fölvállal. Mert azt érezték, hogy az... Egyébként megnézted a szerkesztői honlapomat, a Wikipedia szerkesztőit, abban látszik, hogy igazából én csak keveset szerkesztettem. Na ezt akarom mondani, de hát ugye úgy hozzáírnak mások is, meg kollaboráció, meg hasonló, de az mond valamit. Ahogy az is mond, hogy van Wikipedia cikkje, most nézzük például Bot Attilát. Ő járt nálunk, Attila, előadóként, az űrkutatási irodai igazgatója, a fényévés rendezvényen ott volt. Bot, hogy mi, elírom, hogy mi, nem értem. Bot, hogy hívták? Mi lehet, hogy már szégyellem, hogy űrvilág... Lehet, hogy nem is így írják, olyan régen olvastam a cikket. Bot. Előd, jaj, sorry. Hát, hogyha utólag megnézzük, akkor földig fogok szégyentől. Mert ahhoz képest nem sokszor hívom, de viszont fontos volt nekem, hogy itt járt. Ő neki például, ő ugye, tehát valami, biztos valami diáki, vagy akármi fölrakta. Érdekes, most nincs pár fénykép. Eddig volt fénykép. A laptörténetnél meg tudod nézni, hogy ki rakta fel. Az hol van? Hol keressem? Ott a lap... Igen. Ott. És azt is, hogy mikor, hogyha letekez, ha valahol ott van, hogy a... Hol is van? Igen, ott. Legelső? Igen, legelső. Bot előtt, tehát ő magra föl saját magát. Nem, az csak, hogy... Igen... Kumuty volt az, aki... Hol látsz te ilyet? Hát a pirossal van. Ja, hogy igen, igen. Tehát egy Kumuty vagy Kumuty nevű hát, kollega rakta föl ezt talán. És akkor ja, utána... Egyébként egy érdekes dolog, hogyha rákeresi a Karikó Katalinra, igen. Ugyanígy Wikipédiában. Igen. És ott, hogy neki is a laptörténet. 8 plusz az a 10, tehát 18. Aha, laptörténet. Igen. Elül vagy alul nézzem? Alul? Hát is lent a legrégebbit. Legelső. Igen, legelső. Dodi 123. Igen. Nem.
Bence Mac. Én 2020 decemberben. Lehet a nevedre kell, akkor keressek, hogyha te is benne szerepelsz, Benkő. Ja. Én átküldtem az enyémet. Én átküldtem linkként, az, hogy... Nem, azt mondod, hogy te, hogy te, azt hittem, hogy ezen szerepelsz. Nem, ezen nem szerepelsz, persze. Ugye félreértettem a dolgot. Azt hittem, hogy az ő szerkesztésében is szerepelsz. Ja, nem, csak... Mehetsz egy kicsit halkabban, jó? Elütöttem elnézést. Nem ott, átküldtem egy linket a csoport ez chatbe. Fönt vagy, Benkő. De szerkesztőként nem ja, nem cég szószikként. De itt nem, egyébként itt nincsen ilyenkor. Ja, várjál, csak nem. Itt van a szerkesztő, igen, még szerkesztő. Hozom is, oké. Igen, és valahol... Hát nem is tudom. Itt van, hogy 2015-ben igen, tehát fölfolyik. Ott látszik, hogy kik hogy Burum Bátor még beleírt, még beleszerkesztett, igen. No, tehát mindegy, azért olvasás, ugye ez maga az adott, a fő oldal lényegében. No, nem tudok jobbat kitalálni, tehát az az igazság, hogy nekem azt mondom, hogy lehet egy W érték, Wikipédia nyelvek sz, aztán egy Google találat sz, és abból képzett érték, aztán publikációk plusz találmányok plusz becsült sző. Aztán utána lehet egy hivatkozások sző, csak legfeljebb az alján üres lesz, az üres lesz, érted? Tehát nem mindenkinél fog összehasonlítási alapot adni. Mert ezek az értékei minden autónak voltak. Tehát mi kerüljön még föl rá? Tehát akkor most azért beszéljük itt, tehát a Wiki sző. Google sző. Aztán... Meg esetleg a ResearchGate szám, de az tényleg már csak az újaknál van. Ez az. Informatika embereket fogunk nézni. Várjál, a szülév, azok a végére kerülnek biztos. Szül, mert kevésbé fontos információ, az tény. Szül, dét, dátum. Én de utálom, hogy, hogy nem engedi, csak úgy, hogy visszamenjek, F2-t kellett volna nyomnom. Elhunyt. Ezt finoman írom, finoman fogalmazok. Azért átküldöm ezt a részösgétet is, hogy egy ilyen link is. Átgondolhatjuk, de ugye de nem fog működni, talán hát, még, tudom, csak... még Neumannál se. Igen. Még nem STM-érnél se. Tehát ugye nem fog. Mert a ResearchGate-be beírom azt, hogy John G. Kemény. John G. Kemény. Mert ő azért ő így hívhatta magát, legyünk őszinték. És tessék. Mert ott vannak, jók ezek a számok, citation, stb., de róla nincs. Érted? Ez nálad működik. Ez nem egy, ez nem dolgozták föl, mert nem volt feldolgozható. Babbage-nél nem működik. Charles, Harles, ki be tudod kevejezni, hogy kire gondolok? A másik? Ja, igen. Tessék. Nem fog működni. Tehát aki már nem él, annál nem fog működni. Ja. Jó, mindegy, akkor de legalább megnéztük, és tudjuk mondani, hogy azok a mutató számok, amikkel jelenleg össze lehet hasonlítani. Ezt most föl fogjuk is szépen tudományosan írni, hogy az nem. Azt kipróbáltuk, igen. Megnéztük, és bebizonyítható, hogy nem működik a régen éltekre. Csak a jelen tudósok, jelenkor tudósai. Igen, igen. Ja. Jó, oké. Tehát az a helyzet, hogy
Akkor wiki szám, Google szám, mit mondtunk? Publikációk, képezzünk egy olyan számot, hogy amit találunk, hogy publikációk plusz találmányok, szabadalmak, nem? És egy összevont számot. Arra küldjek linket, hogy a szabadalmakat hol lehet megnézni, vagy... Küldjél, hát persze, hát neked 5 másodperc, nekem meg rámenne pár órám. Jó, hát mindjárt. P plusz S szám lesz ez csak. Publ plusz szabad és még mi kerüljön bele abba az összevont számba? Publikáció lehet valakinek, szabadalmai lehetnek valaminek. Ennyi. Megengedőek leszünk, ha nem szabadalmaztattad el, a nevéhez fűződik és olyan régi, akkor azt is a találmány, ami nem volt szabadalmaztatva, azt is belevonjuk a publikáció szabadalmaztató számba. Megmondom miért. Vissza kéne keresnem a Ctrl H-ból. Nem is kell, mert én ezeket ugye kirakosgattam, és benne van az ASBASIC-es csomagomba. Trump cards! Fölül trumpolni. Trumpolni, a magyar szó. Trump cards. Scientist. Na, ez jó lesz zárszónak. Így néz ki, kérem szépen. F11, teljes képernyő. És akkor megvan az angol nyelvű szabály. Yearborn, first discovery, így, hogy hány évesen volt az első felfedezése. Nem rossz, megvesszük. Jó, közben a Google Patents, úgy hívják. Mi legyen az első megjelenés, az első... találmánya. Mikortól említik? Hány évesen? Hány évesen tűnt fel? Ugye a tudomány egén. És ez a szám az ugye ennél a kártyánál a kép másolása. Ez is nem, is nem is kell, akkor szórakozzunk vele. Majd lekicsinyítelek Benjamin Franklin. Bocsi, csak villámokat ne szóljál rám. Sir Benjamin Franklin. Tudod, mitől félek egy picit, Attila? Hogy mi lesz, ha nem azt fogják kérni majd kártyacsomag, a kód deck jogtulajdonosai, hogy adjuk oda a bevétel felét, hanem fizessünk 10.000 dollárt. Az a probléma, hogy ez nem egészen így működik. Na, hát te tudod, hogy hogy működik. Hát ugye az okozott kár, na most, az okozott az biztos, kár... hogy azzal megfenyegethetjük őket, hogyha ilyen kicsinyesek, és ez kiderül, az nekik több kárt okoz ezerszer, hogy egy kis semmit mondó senki hát magyar... Hát az már a másik. Tehát, hogy ennyire gátolják a tudomány fejlődését, hogy a senkit is letiltják, mert mondjuk mondhatják azt, hogy a forgalmazást fejezzük be. Azt mondjuk... Jó, de mondom, tehát az okozott kárt gazdasági értelemben tekintve a kiesett bevétellel lehet mérni, és hogyha ez non-profit, és tehát, hogy mondjam, tehát ilyen kicsi mennyiségben nem, tehát nem büntethetnek. Mi jön be a Google minket. Patents link, amit adtál, inkább megkeresem. Az tök meg papa, és mit papa? Nem tök. Ezt hogy nem látom. Meg mi történt a Google-immal? Miért nincsenek képek?
Szerintem Itt megvariáltak van, az valamit, mert bementem, rég... bejutottam az Google patentbe. Régebben nekem is első nézett ki. De ott tudsz választani a szabadalom fajták között például. Én azt csinálom, hogy átmegyek az angol feletre. Azt hiszem az Oblivion az angolra van állítva. Úgy keresek Google Patents. Search. Google Patent Search. Ja, itt van, akkor bejött, én hülye, csak nem vettem észre, hogy ez már az a PTS kereső. És most mondom azt, hogy John G. Kemeny. Na, reprezentatív mintavétel. 640 találat. Na, lehet, hogy ez jó, aztán Várjál, még nem. lehet, hogy idézőjelek közé is kéne rakni, nem? Ja nem, ott van Gábor John Kemény. De akkor jó, bocsánat, csak az... De nem! Mert hát igen, próbáljuk meg idézőjelekbe. 1030. Így viszont biztos, Eredmény... hogy őt kaptuk. Így tudja, hogy Jó, őt kaptuk. ezt elfogadom így idézőjelekkel, igen. Most Szerintem. ezt viszont magyarázd el nekem, hogy mit jelent ez az 1030. Hát szerintem megtalálta a... Írt körül, hogy ez Megtalálta. mit jelent. Hát megtalálta azt az objektumot, hogy John Kemény, amihez többféle név is tartozik, ezért adott ki. Tehát kemény ével, kemeny evel. Nem értem, hogy a patenthez mi köze van. Mert más számot adott, mint a sima Google keresés. Hogy ebben mi a patent? Patent kereső hozta. Hát az, hogy például, hogyha tehát ez nem a szerzőre keresre, hanem a találmányaira. Tehát, hogy ennyi találmány, ennyi cikk van a találmányairól. És ez is sokat mondó, Igen. tekintve, hogy ide néz. Fele cukor, fele méz. John G. Kemény. Várjál, úgyhogy nincs öt találat, az előbb még volt, ott még volt egy szám is. Igen, 1030. Aha, és Neumann János 307. Akkor lehetne egy P érték is. G-pat kettős pont. És akkor az szerint? És ebből hogyan lesz számérték? Simán beírjuk? Be is írhatjuk. Nem kell 100-ra visszaredukálni. 1030-307, csak nem lesz óriási különbség. Mekkor lesz a szórás? Nehogy az legyen, ugye, hogy mint a logaritmus skála, hogy ahhoz, hogy ábrázoljam a hangya magasságát, meg a felágaskodó hatlábú hangya magasságát, meg a Umar kalifát, vagy a mit tudom, hogy hívják azt a magas tornyot, ahhoz logaritmikus skálának kell lenni az X tengelyen. Igen, nálunk mi összegyűjtjük először is a raw adatokat, és ott akkor látni fogjuk, hogy mennyi a legnagyobb. És utána visszanormalizáljuk. Istenem, olyanokat mondasz, amire már én csak a vizsgám napján emlékeztem utoljára. Jó, oké, látod, de ezért kell lesz, mert nem, figyelj, őszinte leszek. Átmentem az analízis vizsgám, pedig megmondta a Mészáros professzor, akit mindenki csak hentesnek hívott, mert úgy jött be az első függvényanalízis órára, hogy deriválni minden gerinces állat képes megtanulni, de integrálni csak kiválasztott kevesek. Jól nézzék meg két oldalt a pattársukat, mert én gondoskodok róla, hogy fél év után háromból kettő már ne legyen itt. Éppen, hogy kettes kapjon. Hát az ilyen. Szarles babagét akarom. Ki volt olyan, ő volt a rettenetesen sok találatos. Charles Babbage. Érdekes, itt viszont nem dob akkora számot. Ezt most magyarázd el nekem, hogy miért van ez a különbség. Hogy John G. Kemény 1030, John von Neumann 307, és Charles Babbage 822, pedig ő az. Hát mert ez nem a személyről szól, hanem a bejegyzett A találmányoknak a találmány, a mennyisége. találmányok, de most ez miért? Tehát itt a fizikális vagy nem fizikális találmányok száma? Hát Nem hiszem, ezek hogy azok a Babbage találmányok. föltalált volna 316 dolgot.
Hát ennyi cikk, ennyi, tehát a Google ennyi cikket talált a találmányairól. Ennyi találmány cikket. Tehát akkor az autós kártyaprojekt részbe, akkor lehetne egy ilyenünk is, hogy egy... itt vagyunk. Nem, itt vagyunk. Hogy akkor várjál, hány évesen tűnt First Discovery, az a First Discovery-nek felel meg. Most ezt egyáltalán... azért, hogy ezzel nem is kell, hogy egyezzen a sorrendben, legalább innen nem jön per. Ez a Top Trumps Rating, ez egy összesített pontszám. Ez azt jelenti, hogy szerintem a befolyása a világra. Mert Galileinek retteltesen magas, de őnek is magas azért, mert azért villámváltos a többi. Tehát egy ilyen összesített érték, ezt nem tudom, hogy ezt hogyan számolták, hogy hogyan csinálták. Hát végül is, mint a cikkeknél az impact faktor. Aha, na de ugye impact faktor ugye nem lesz akárkinél. Az ugye egy generált szám, igaz? Tudom, csak... Várj, akkor... Hát igen, azt újra számítják a újságoknál mindig. Nem is tudom, 3 hónaponta kb. Google patent szám. Uh-huh. Mondjuk akkor várjunk, nézzünk egy szemét, aki valós. Jól fog ezt kinézni. És akkor várja, volt egy Google találatszám. Google Wiki nyelvek, ugye? Vagy wiki nyelvek, majd ugye languages lesz long number, wiki lang number, Google, mi a találat várja? Number, nem kell most szépen leírni, majd átírogatom. Publikációk plusz szabadalmak, akkor most a Google patentet használjuk, vagy összeadjuk. Nem tudnánk a publikációk, a szabadalmakat, nem tudnánk jól összesíteni, így jobban járok, ha neked veszem meg azt a múlt. Megmondom miért, mert innen kiszedegetni, kiszámolgatni, hogy hány talált. Ha nem talál rá, akkor még mindig mondhatom azt, hogy kibernetikával kezdett foglalkozni, és 2 találmánya volt. Diktomat, mikromat. És akkor egy ilyen számot kapna. Legfeljebb hátul lesz. Egyébként, hogyha már magyar dolgokról van szó, hogy azt tudod a Magyar Tudományos Művek tára? Nem. Hogy ez... Arról is küldök egy linket, hogy... Itt most kimondottan a magyar informatikával kapcsolatosak. Oké. Okay. Vannak itt ide főzrakva, hogy... Lőelemző, olyan számítógép, lőelemzőképző. Tehát, hogy magyarok, ha kettőbe gondolkodunk, akkor, mert itt a külföldiek az könnyebb eset volt, ezeket úgy ollóztam össze a mások PPT-ből ám. De nekünk magyar kell most egyelőre, persze az egyik pakli szólhat a külföldiekről is akár. Most ugye Jedlike Ányos például rajzoló automata. Egyáltalán bevegyük el, de hát én szerintem ez már közelített a komputerhez. Akkor azt mondtuk, hogy találmányok száma 3. Ugye? Tehát találmányok hát én jártam a Jedlik Ányosnak a dolgozószobájába, és úgy hozták ki, ilyen kartondobozba volt mindenféle cucc. És akkor rátették arra a nagy falszára, és mondták, hogy tessék, itt vannak Jedlik Ányosnak a dolgai. Ezt nem értem, és ez most hogyan értsem ezt? Ez mit jelent, hogy elfeledett? Hát, ott van kettő dolog maradt meg, de amúgy van egy kartondoboz, egyéb mindenféle dolog, amivel foglalkozott. Volt, nem voltak ezek vagyonosak. 11 plusz 6, 7, 11 plusz az a 10, 21 a wiki száma. Most, hogyha megnézem az English Wikin, esetleg azt megcsináljuk, hogy de most ilyenkor melyik? Jedlik Ányos István, Ányos István Jedlik, Stefan Aniani Jedlik, ezt csak tudod, ez a... Az István nem is szokták belerakni. Szerintem is, tehát őt... Jedlik Ányos.
A legnagyobb találati szám úgyis az lesz, hogy Jedlik Ányosnál. Tehát hiába raknám bármiket bele, nem adna akkor a wiki számot. Mert így a wiki száma 174 ezer. Egyébként bekerülhet a teljes szám is, csak túl nagy lesz a szórás. De nem baj. Meg a komputert nem akarod oda rakni? Bár rá nem tudom, mennyire lesz az releváns, csak kíváncsiságban. Ugye akkor mit hoz ki? 12? Hm? 12 ezer. Nem biztos ám, de... Ja, igen, bekerülnek így a képzésük is. De várjál, az előbb nagyobb volt a szám. Mert még 174 ezer volt. De a komputer, tehát leszűkítettünk, de így belekerültek olyanok is, amik nem úgy relevánsak, hogy azt ő csinálta, hanem hogy őről a nevezték el. Ő neki mondjuk nincsen névrokon, az biztos, de szerintem Charles Babbage-nek se nagyon. Majd utána nézek, és legfeljebb ennyit megteszek, hogy a pontszám érdekében, hogy utána nézek, hogy a pontszám az nem név, hogy névnokon ne kerüljön bele. Ugye hát a Google-nak ott vannak a speciális keresőeszközök. Tehát ugye ott azért ugye ott van a keresőeszközökben, hogy hogyan lehet, és meg hát majd paraméterezett keresés, mínuszokkal, stb. Nottal. Jó? Jó, persze. Ez a sokat mondó azért a 174 ezer is, mert ugye az azt jelenti, hogy azért, hogy ennyit talál rá a Google. És az angol Google is, tehát most igazából, most én, hogyha csinálnék egy DuckDuckGo-t, az nemzetközibb lesz. Nem is ad számot, tehát ővel nem tudok mit kezdeni. Mondjál más keresőt, ami releváns még egyáltalán. Google lesz. Talán a Yahoo. Yahoo talán, de... Hát a Google lesz. Az főleg Kína, vagy Kína nem. Legalábbis... Én 2 nyarat dolgoztam Vietnámban, mert nekem 6,5 évig vietnámi élettársam volt Siófokon. Most ugye ez egyáltalán a Yahoo-nak a kereső oldala? Igen, de ezt nem szoktam használni. Ja, kétszer rakta bele, bocsánat, az idézőjelet. Ezt nem akartam. Szerintem nem lesz itt se szám, úgyhogy teljesen mindegy. Találati szám. Szerintem azért nem raknak ember találati számot, hogy ne égjenek a Google találati száma mellett. Igen. Tehát én meggyőződésem, hogy ez azért van. Tehát egyszerűen, oké, lesz egy Google szám, tehát így vesszük meg a dolgot. Találati szám. Google patent szám. Nem, hány évesen tűnt fel, azért följebb kerülhet. Hogy körülbelül mikor tűnt fel a tudományegén, nem? Hát ez már nehéz lesz validálni, meg igazolni. De és mi van, hogyha csak ez lesz? Google patent szám, ahogyha ilyen nincs, akkor meg egyszerűen kiveszem, le is írjuk őszintén. Ha nem lesz Google patent szám az illetőnél, akkor meg egyszerűen kiveszem, hogy mi az a két találmány, amit írnak róla, vagy a Google patent is jedlikányos, biztos, hogy írni fogja. Volt mindenkire. Charles Babbage 316. Jedlikányos. 2. El kell fogadni. Hát végül is 2 jött ki, ott is 2 volt. Itt is 2, itt is 3 volt. Szodavíz gyártógép. Jaj, három. Jó, annyi, hogy szóval módosíthatunk esetleg rajta, ha mi magyarok háromról tudunk, akkor beírok 3-at. Ezt én le is írom majd őszintén a leírásra, hogy eddig példányánál a Google patent 2-t írt, mi 3-ról tudunk, ezért mi, ugye nyilván úgy is fog kerülni, hogy itt lesz a rajzoló, a dinamó lesz, nem a rajzoló automatát fogom rátenni, az őt, vagy a rajzolóautomatát teszem rá az ő fejét, azért, hogy lássuk, hogy mi köze az informatikához. Meg a dinamót is picibe persze, hogy mindenki tudja róla. Tuti egyébként, most nem azért mondom, ez mert ő megint az a tipikus eset, hogy
Mi azt mondjuk, hogy a dinamó, meg villanymotor, és akkor figyelj, inventor, physicist, dynamo, figyeld ezt a megfogalmazást! Figyeld ezt a megfogalmazást, ez tipikus, én erre már rájöttem, hogy ez így van, itt. He is considered by Hungarians and Slovaks to be the unsung father of the dynamo and electric motor. De ha megnézed az unsungot, Google Translate, el nem énekelt, el nem énekelt, vagyis ilyen, és akkor nézzük meg a dynamót, és US patent, én ezt tudom, mert én ezt többnél megnéztem akkor, amikor csináltam azt az előadásomat, és akkor az első, akit letettek az asztalra, az Faraday volt. Meg utána Siemens. Most figyelj, kíváncsi vagyok, Jedlik. Igen. Tehát azért van, tehát függetlenül tőle, de hogy ez nem volt teljes dinamó, azt tartja róla a világ. De azért legalább említve volt. Ez mondjuk ez legalább reális. De mondom, ami nálunk Szentgyörgyi ciklus, az a világban Krebs ciklus. A világban, a biológiából is tudom, hogy így működik. Jó. De mindegy, szerintem ez így nem lesz rossz. Most vissza kéne tudnom térni a táblázatra. Ide. Wikilength number, Google, majd kitalálom, hogy találat. Google search number. Search number. Aztán first discovery at age, with the first discovery at age. First discovery age. Menjen onnél Google fordító. Google patent number. Vagy szétesett a vonal. Én vagyok, csak annyira hangosak voltak az előbb a gyerekek, hogy inkább jó, a... az nem baj. Born year. Bocsi. Tudod, a normális gyereknél van az, hogy szerintem kell az, hogy egyáltalán born date. Melyik egy fontosabb? Szerintem csak azt, mondjuk year born, mondjuk számít azért egy tudósnak, hogy mikor született, mert arra a korra. Died born. Nem, year died. Nem, a főműve. Main. Main discovery. Hát, vagy invention, de discovery is jól lehet. Persze, de hát az ugyanaz. Az, majd leírjuk, hogy ugyanaz, year. Hogy mikor volt az, amit a legjobban a nevéhez kötnek. Mert ugye azért mégiscsak... bár Kemény Jánoshoz a Three Mile Island de baleset kivizsgálását nagyon jó, olvasd el, amit leírt magyarul, magyarra fordítva, hogy egy 7 évvel Csernobil előtt micsoda kivizsgálat, nagyon híres lett érte Amerikában, nagyon-nagyon éjjenezték, hogy ki merte mondani. Őt kérte fel az USA elnöke, hogy mérje fel, hogy milyen állapotban vannak az atomreaktorok Amerikában. Meg a technológiák. Nagyon érdekes, amiket leír a világról. Fukushima 50-et. Ez is érdekes film volt. Fukushima? Fukushima 50. És az miért 50? Hát szerintem azokról az emberekről szól, akik ott voltak, csak hát ami volt ott, az... Hát, hogy is fogalmazok. Az megdöbbentett, tehát, hogy japán... Jó, hogy 50 ember halt bele. De figyelj, ez lesz a kártyám. Nem kell a leírás. Jó lesz ez, igen. Ez lesz az izé alatt.
Legfeljebb a leírásba föl lesz sorolva az a három szó, hogy mit talált föl. Tehát ahogy a Neumannos kártyánk így kinézett, legfeljebb annyi, hogy Neumann esetén az lesz ott, hogy a leírásban, hogy ENIAC dátum, de és folyóírással ENIAC zárójelben dátum, Manhattan Project dátum. Tehát ez lesz a folyóírásban. Tehát nem kell szöveges, még kulcs szavak. Nem, ezek lesznek ott a leírás. Tehát ez a rész itt. Nagyon röviden, kis ekkora kis szakaszon. Tehát egy ekkora kis területen, így összevonva. Format, Mercells, nem, elég, ne, nem, test, tech, wrapping, web. Jó, és akkor oda, ide lesz beleírva folyóírásra a cucc. Oké. Na, mit szólsz hozzá? És abban a pillanatban megint csináltunk egy olyat, hogy kisebb korosztálynak is játszhatóvá tettük. Az adatok maradtak, talán ez a Budapest meg Washington nem is biztos. Szerintem legyen egyáltalán, hogy hol született meg, hol halt meg. Vagy nagyon apró betűtípussal legyen a... Nem kell. Annyira nem számít. Nekünk mond valamit, hogy magyar származású, de ez úgyis le lesz írva a kártyának a leírásában, hogy magyar származású, Magyarországhoz köthető, hogy hívják, hogy informatikához köthető, vagy az informatikát megelőző tudományokhoz köthető tudósok vannak rajta. Előírnökei. De most még egy dolog. Ha föllapozok egy kártyacsomagot, és hátulról nézek, neked nincs ott sajnos a kezed ügyében kártyacsomag. És nézem valakinek a hat lapját, itt van előttem. A hat lap. Nem, csak négyet vettem kézbe. Alapjában véve a jobb felső sarok nem látszik, mert takarásban van. A bal felső sarok látszik. És ez olyan szempontból jó lenne, tudod miért? Nézd rá! Itt, ugye azt mondtuk, hogy ő a megismerő. De hogyha most egy kártyacsomagot eléveszünk, cards in hand, és akkor a back. Képek. Basszus, nem az oldalon képek, hanem itt képek. Igen. Ha valaki fog egy kártyacsomagot, és ha meg lehet ismerni a kártyákat, csak annyit kell csinálnia, hogy úgy tartja, hogy oda teszi a kezét, ha már tudja is, hogy megismerhető, hogy legfeljebb arra vigyáz, hogy úgy fogja a kártyacsomagot, hogy a jobb szélső kártyája az vagy ott tartja a kezét, vagy oda valami értéktelen lapot tesz, vagy egy csipesz, vagy valami kis akármi kis kellékkel takarásba teszi ott azt a jelet. És akkor tulajdonképpen úgy bekerülhet a szabályba a hátulról való megismerés lehetősége. Mert abban a pillanatban ugye akkor mondom százféle bűvésztükre is alkalmas a kártyacsomag. És megint egy plusz értelme, hogy megvagy a szülő. Mert bűvész kártyának is jó. Igen. Tehát annyit a használat, mennyit von le a használhatóság értékéből, most úgy fogalmazok, a hátulról való megismerés, vagy vessük el? Ez a kérdésem. Fogalmazva. Hogy tönkre teszi a használhatóságért? Nem maradhat. Nem, hát... Úgyis játékkártyára készül, pénzes játszmákat úgyse ezzel játszanak. És még izgalmasabb, hogy fedni kell a... Az emberek tudnak egyébként a kezükbe tartani a kártyával együtt egy valami
valami akármit, amivel úgy fogja meg, hogy ahogy ne, hogy takarásban legyen ez a pont. Tehát ugye az egérrel mutatva, hát ugye itt most én vetítek, tehát ez a pont itt takarásban legyen. Tehát úgy tartja, hogy hozzá, hogy egy papírlapot is fog, vagy valami, és akkor még ez az egy se leolvasható. Vagy hülyeség volt ezt a pontrendszert. Meg most például itt azon gondolkodom, hogy a Rodolf örökösök nem fognak el szintén, hogyha vannak el Rodolfónak örökösei, vagy voltak egy gyerekei, vagy jogutódjai. Annak utána tudsz nézni házinak, hogy a Rodolfó jogutód? Hogy volt-e? Meg, várjál, hogyan járnak le? Ha már van jogutódja, nézd meg. Van benne olyan, hogy jogutód. Legalábbis itt volt. Mert a Rezsőnek hívták, tudom. Nem az az állami... Különben marha egyszerű. Szerint, mintha ott lesz volna. Marha egyszerű, kidolgozunk egy új kódrendszert, az kész. Akkor, mert ugye, az, ha az övét használjuk, az tisztelgés lenne, ha nem fogják ezért bevonatni. Akkor inkább nem tisztelünk. Hát most meddig tart egy ilyen kódrendszert kidolgozni? Csak annyit kell módosítani, hogy pöttyök helyett körök, üzéket. Szögletessé kell tenni, és akkor pöttyök helyett négyzeteket használni. Úgyis már eltértem, mert ugye máshogy van a számozás, mert ugye a múltkorihoz képest én most módosítottam ám, mert nézd meg, a kettesnél van a kettes, a hármasnál a hármas, mert mindig hozzászám négyesnél a négyes, az ötösnél az ötös, és így tovább. Igen, látom. A tízesnél a tízes, és ugye mivel Jumbo dáma király állsz, ezért ugye 11, 12, a királynál kihagyok középüt, az ásztál meg nem is lesz körülötte semmi. Vagy üres lesz a kör. Nem, üres lesz a kör, bocsánat. Az ásztál meg üres lesz a kör. Ennyi. Na, zárjuk, legyen ez. Let's call it a day. Oké, gyerekeket már úgyis gondozni kell. De köszönöm. Ugye, benne van a... Tehát ez azt jelenti, hogy az autós kártyát keresd, az ASP Pythonos spreadsheet linkbe, ahol a copy of kártyalista volt, jó? Volt ezen mindjárt mögé. Hiszen a Fekete Péter rokona lesz ezáltal. Na, köszönöm szépen a figyelmet. És akkor szépen a beszélgetés felvételeként, már ha visszatalálom, egyáltalán itt van, hogy kik voltunk és jelen is, kivel beszélgettünk, tehát mindegy, most így fogom zárni ezt, akkor nem a beszélgető listával. Tehát jelenleg mi 9. alkalommal a Csabrendek Általános Iskola és a Kisfaludy Gimnázium öreg diákjával, illetve a Pannon Egyetem öreg diákjával, dr. Benkő Attilával beszélgettünk. Eddig vegyes témákkal egy nagyobb csoporttal, most pedig egy játékkártyafejlesztés kapcsán, és akkor köszönöm szépen a megtekintéseket, az utólagos megtekintéseket is, ha valaki ezt tette, érdekes, hogy az F11 a teljes képernyő az mindig így fölülírja, és akkor nem engedi, hogy az mindig ott marad. És akkor búcsúzik a Kisfaludy Sándor Gimnázium Oblivion csoportjából, úgy csoportjaiból most a python.oblivion.kisfaludy.sümeg Facebook csoport. Viszlát, viszhal. Köszönöm, Attila, hogy itt voltál velem. Én is köszönöm, sziasztok. Hello, hello. Viszhal. Kicsike is, aranyos. Jó, megkeressük a videó leállító gombot.